Szervusz, édes, drága Stünci Bogár. Örülök, hogy felhívtam, ha? Jól érzed magad? Mi? Hogy beszorultál a szoláriumba? Mi? De ott vagy az óceánparton, miért mész szoláriumba? Ha? Jó, 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 nem haragszom, de hogy haragszom? Mi? Én itt lenn vagyok Dél-Baranyában, tehát gyönyörű lett így feltérkövezve. Aha, csodálatos. Körbe kell keríteni, mert a prostok összejárkálják. Arra gondoltam, hogy megveszem a kínai nagyfalat. Körbe kerítjük, ami megmarad abból, meg apádéknál megjavítjuk a sufnit. Kicsit sokat vettem sajnos, de nem baj, még egy réteget rárakhatok, a többit meg odaadjuk a rokonoknak, elajándékozzuk. Aha. Mit csinálsz? De nem menjél úszni, édesem, hát te nem tudsz úszni. Nem, nem, a szilikon nem tart fenn a vízen, nem. Vicceltek veled, mondom, ne menjél úszni, te csak pancsikáljál. Jó, dehogy haragszom, de lesz neked meglepi. Jó van, majd gyere, jó van, csókollak, édes bogárka. Édes jó Istenem. Rolandkám, készítsd elő a gépet, megyünk a vias leimhez. Ja, most, most. Tényleg sok lett. Na mindegy. Na Roland, ez volt az utolsó kanyar ezzel a taligával. Jövő héten megjönnek a Boeing 237-esek. Kettőt vettem végül, hogy legyen tartalék, ezt meg adom a gyereknek, jó lesz, jó ketrecnek. Ja, Roland, a kongói diplomata útlevelek lejártak, az újak kész vannak, menj be Erzsikéhez, odaadja meg a Rocky kártyákat is. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Wiestein bázison. Ne kezd el. Hát csak boldogok vagyunk, hogy újra itt van. És hogy... Fogd be, különben megveszem a gyárat csak azért, hogy kirúgathassalak. Érthető voltam, ugye? Ne válaszolj. Menjünk, már menjünk, mit ácsorogsz? Itt parkolok ezen. Igen? Jó, hogy mondtad. Na. Jó, ez a terasz. Ugye? Igen. Látom, fejlődtök. Ez a helyzet, hogy meg akarom lepni az asszonyt egy 7 csillagos szállodában. Családi, csajozós fészek. 2 az 1-ben, érted? És úgy hallottam, hogy van valami új cuccotok. Igen. A legjobb helyen jár, mi tényleg folyamatosan fejlődünk. Az új termékünk az egyaránt használható lakó, kereskedelmi és ipari épületek építéséhez. Ez a Via Blokk. Erről beszélsz? Nem kell blokk. Számla nélkül kéne nettóért okosba, érted? Hogy? Bocsánat. Jézusom. Miattad írják rá öreg a samponra, hogy egészségre káros, ne igyja meg. Igen? Igen. Bocsánat, most... Na mindegy. Szóval, tehát a porus beton technológiával előállított termékek 100%-ban természetes anyagokból készülnek. Nekem nincs bajom a szilikonnal, sőt. Nem plöttyed, nem ráncosodik. Ja, amúgy nekem sem. Otthon kicsit ki kéne újra húzni a csempét, ne penészedik. Mindenkinek jogában ne hülyének lenni, tehát te bántóan visszaélsz ezzel a helyzeteddel. Bocsánat, nem akartam visszaélni semmivel. Tehát a Via Blokk gyártása közben semmiféle szennyezőanyag nem keletkezik, így próbáljuk meg védeni a bolygót. Én nem a Greta Thunberg vagyok. Engem nem érdekel, hogy mi mit szennyez, nem érdekel a globalizációs klímaváltozás, semmi nem érdekel. Az érdekel, hogy nekem jó legyen. Ha gáz lesz, akkor meg veszek egy gyűrhajót és eltűnök az űrbe. Az de jó lenne, tényleg. Hogy mondod? Tehát úgy értem, hogy erre semmi szükség. Mert ön ezzel csak jól járhat, képzelje, nem kell hozzá hőszigetelés. 37 és feles blokkot kell rakni, és annyira jól szigetel, hogyha esetleg hűvös lenne otthon a hangulat, az asszony akkor se fog fázni. Te ne poénkodjál, neked nem áll jó a humor. Nem elég, hogy ilyen szerencsétlen, hülye vagy, még szerencsét sin. Azt mondd meg nekem, hogy ez a pónis tégla vagy beton, ez tűzálló, mert az asszony elég tüzes. Bocsánat, nem pónis, pórus. Soha többet ne javíts ki, mert kapsz egy akkora sallert, hogy megkibbansz, te kavics király. Az nem én vagyok, hanem a főnök. Mi van? Nem, semmi, abszolút. Ez teljes mértékben tűzálló, nagyon könnyen megmunkálható, és magas szilárdságú. Pont olyan szilárd, mint ön, ahogy itt.
engem az érdekel, hogy magyar tervék legyen, és jó drága, mégiscsak családi csajozós fészket építek. Ja, értem én, persze. Magyar vér. Hogy? Na úgy értem, hogy ez tulajdonképpen egy szittya termék, ugye? Itt állítjuk elő ebben a gyárban. Jöjjön, megmutatom. Jöjjön. Látja? Ott a gyár, ott készül. Ez pedig azért építettem a kollégákkal, hogy mutassam, hogy mennyire gyorsan lehet haladni a viablokkal. Építettél egy kerti budit? Krisztián, gyere ide. Mit beszéltünk meg, hogy egy épület lesz. És mi lett ez? Egy kerti budi? Olyan hülyék vagytok! A samporra miattatok írják rá, hogy mindent! Na, menjetek itt! Gyorsan! Hello, hello, hello! Bocsánat! Hello, hello! Na, ne húzd fel magad! Ezek ugyanolyan hülyék, mint te, legyél megértő. Na, akkor kell egy luxusszálló, két leszállópálya és egy komoly bográcsozó. Könyvtár? Na, azt pont nem kell. Le tudok én mondani mindenről, kivéve a luxust. Mi az ár ennek? Jelen pillanatban ez a legolcsóbb és a legjobb minőségű termék az országban. Legolcsóbb? Igen. Engem ne segélyezzél. Én nem egy csóró svájci vagyok. Ugye még mindig itt dolgozik is, és nem szóltál, ó, te! Igen. Hello, cica! Itt dolgozik a Bige. Kell még egy szálloda. Ugye, legyen két szálló, egy lakópark és három családi ház. Taligát majd vidd vissza a helyére. Azt a nocskos, büdös parasztja még egyszer idejön, fölmondok. Kicsim, otthon vagy? Ne igyatok sampont! Nem a gyerekek se! Nem, valami rá van írva azért.